Jim és Ginger órám álmaik életét élik Alaszkában. Jim egy olajcég egyik vezetője, Ginger piacvezető ingatlan ügynök. Azt mondják, a sikerük az adásra vezethető vissza. Úgy tűnik, hogy minél többet adunk, annál több áldás fog visszatérni. Amikor Jim és Ginger összeházasodott, Jim a légierőnél szolgált, Gingernek az előző házasságából volt két gyereke. Eleinte a bevételeik szűkösek voltak. Jimet nem lehetett meggyőzni a tizedfizetésről. Semmit sem tudtam a tizedfizetésről. Szóval amikor először mondta, hogy szeretne tizedet fizetni, arra gondoltam, hogy azt a pénzt annyi minden másra is fel lehetne használni. Isten mindig gondoskodik rólunk. Jim végül beleegyezett, és elkezdtek rendszeresen tizedet fizetni. Voltak nagyon nehéz idők. Olyan idők, amikor nem tudtam, hogy hogyan fogom kihúzni a fizetésig. De az a fantasztikus Istenben, hogy ő az ilyen időkben is tud áldást adni. Isten mindig a legmegfelelőbb időben adott, mindig, amikor szükségben voltunk. Ahogy folytatták a tizedfizetést, úgy a bevételeik is elkezdtek nőni. 1995-ben Jim visszavonult a légierőtől, és egy nagyszerű állást kapott számos előreléptetési lehetőséggel az energiaiparban. Ginger megkapta ingatlanügynöki engedélyét, és elindíthatta a saját cégét. 2006-ban az Orem család elhatározta, hogy adakoznak a CBN-nek. Szeretem hallani a 700-as klub és a CBN munkájának bizonyságait. Amikor hallok egy katasztrófáról, árvízről vagy földrengésről, a CBN mindig ott van. Nagyon jó érzés 700-as klub partnernek lenni, mert ha személyesen nem is tudok jelen lenni, de így tudok segíteni. Annak ellenére, hogy már anyagilag biztos lábakon állnak, semmit nem tulajdonítanak a véletlennek. Azt mondják, az áldást Istentől kapták. Adjunk, és Isten is adni fog. Úgy tűnik, hogy minél többet adok, annál több jön vissza, és ez áldás számunkra. Ha megvan a szeretet az ön szívében, és akar az embereken segíteni, adjon, és Isten is adni fog az ő dicsősége és gazdagsága szerint.